Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV, na, mi újság van? Jani, remek ötlet az, hogy legyen belőled ilyen Actionman Baba. Meg is van a neve, az előbb kitaláltam. Olcsó János Baba. Egy jó Olcsó János Olcsó Baba. János. Olcsó János Baba. De mit reklámoznám? A leértékelés, ami olcsó. Mindent, ami olcsó. Te jó. Jó? Nyugati piacokra Johnny Sales. Johnny Sales. És mondani akartam erre a beállításra, hogy mikor világít a riasztólámpa, mikor nem világít a riasztólámpa. A legjobb, hogy na mire való a testvér? Erre, hogy ezt be tudjátok állítani. A bátyám fölmászott a tetőre, lógott lefele lábbal a tetőn, csavargatta azt a bizbaszt. És nem sétáltál. Betörő szimuláció üzemmódba kapcsoltam, és elkezdtem befele osson, hogy szerintem milyen íven jönne a betörő. És akkor teszteltünk ilyen íveket, hogy na most, akkor vagyok az agresszív betörő, aki bevonul. Jó, arra beriaszt. Akkor most a fák árnyékában osonó betörő. Akkor most kitaláltam, hogyha betörő lennék, a terasz felől közelítenék, és lőd be úgy, hogy ne világítson a szomszéd pofájában a reflektor, hogy ez egy probléma, mert nyilván el fog küldeni az anyádba, és azért meglegyen, hogy azért úgy beriassza ezért. Annyi, hogy mi valahogy félrelőttük, minden mocskos denevérre bevillant. Tehát, hogy konkrétan... Ez riasztó vagy lámpa? Ez még csak a lámpa, ez csak a lámpa. Mert a betörő az meglehetősen szemérmes, tehát amikor ő reflektorfénybe kerül, akkor ő elérzékenyül és elhagyja a helyszínt. Aha. Ugye? Hogy? Az jó, hogy bizonyára így van. Ez a mozgásérzékelős lámpa, ez bennünket nyugtat meg szerintem, nem? Tehát aki be akar törni, az bemegy oda, maximum fog egy kalapácsot, rátesz egy ronyót, és kiüti az égőt, és kész. Tehát, hát főleg úgy. Nem? De mondjuk az van, hogy azért van egy ilyen lélektana, hogy egy először, amikor felrakod, ha mindenre jelez, és te mindig odaugrasz az ablakhoz, nézed, hogy ki az, mi az, hol, mi, hogy, nem? Aztán rájössz, hogy ez mindenre jelez, onnantól kezdve soha nem mész oda az ablakhoz, és van. Nem nézed meg. Hát szegény párom, aki ráadásul ilyen majlés, tényleg, az konkrétan otthon van hagyva egyedül, vagy például koncertezek, vagy valami, ott reszkett a kis szobában, hogy mikor jön a betörő, ő minden egyes denevérre rendőrt hív. Tehát amit elrepül egyszer, az mozgás érzek előtt, bevillan, az a dobogó szívvel kihívja a rendőrséget, és de már hozzá egy hazajára. Komoly reszkedben, hogy mikor jön a betörő. Abszolút. Egyszerű beruházásra rakjatok föl a ház külső részére egy olyan infrát, ami azt érzékeli, nem én gyártom, meg nem én forgalmazom, azt érzékeli, hogy elindulnak a ház felé, és rá van kötve ugyanúgy távfelügyeletre, és megszólal a házriasztója, de nem amikor már törik föl az ablakot, ami nincs lefóliázva, és másznak be, hanem amikor 10 méterre van a háztól, tehát kvázi nem tud eljutni a házig. Te tettessetek föl egy ilyet. Segítek, az lesz, hogy matrészegen hajnaltában jövök, az én fogok belegyalogolni egy folytában. Az biztos. Mert a legnagyobb balfékebb én vagyok. Tehát én belegyaloglok bármi riasztóba. És jön a telefonhívás a riasztó cégtől, hogy mondjam be a kódot. A pumukli. Nem beszélsz olyankor, amikor ittas vagy, nem az, csak és mondom. És bemondok valami kódot, amire emlékszem, majd kiérkeznek, hogy a hamis vész kódot mondtam be, ami azt jelenti, hogy fegyvercső van a számban, és úgy mondtam be a pumukli nevű kódomat, azt nem tudja, hogy mi a kód. Tehát most erre nem emlékszem. Ezer hold és mindenki. Ezer hold. Hulócsillag. Nem azt mondom, mit lát, mondja a kódot. Hulócsillag. Szemetek. Na, akartam találtam egy baromi. Várjál, de van még egy megoldás. Na, költözzek el? Is magaddal. A bolygón el a halál, robotágyú. Igen, telepítek robotágyút a izébe. Bővített változatban van csak benne. A bolygó neve halálban, James Cameron lesz, bővített változat, robotágyú, mutatja először, hogy fogy ki, és egyszer csak kifogy. Úgy de nagy részt. Tisztelettel adózunk. Mozgásérzékelővel szintén, érted? És akkor nem vakítja a szomszédot, viszont darabokra robbant mindenki. Ezt akartam mondani, hogy hálás lesz majd a posta, nem? Amikor állandóan lesz majd üresedett állás, már robot nem tudom, mi lövegágyum szétlövő. Ajánlott! És megsorozza. Találtam egy hirdetést magammal kapcsolatban, hogy muszáj elétek tárjak, mert ezt meg kell egy picikét fejtsük. A hirdetés itt van egyébként, semmi konkrétum nincs benne, tehát nem egy frankó dolog, szerintem valami baromság, de muszáj elmondjam. Nőnapi wellness hétvége Kassa Tibivel Superior szobában.
Már hogy te vagy a Superior szobában? Értelmezzük. Hétvége Kassatibivel Superior szobában, és itt jön a megalázó része. 1400. De szemét van. 3 nap, 2 éjszaka, Michelin csillag 8000 plusz. 8000 per éj. Nem jársz messze, 16000 forint per éj. Aha. Hogy azért mi, ott a Superior szobában azért mit kell villantanom? Tehát, hogy nem? Mi vagy mi a Superior? A Superior az egyen jobb, mint a normál, igen. Tehát a Deluxe Superior, attól függ, hogy az ágy elhelyezés, dupla francia, egy francia ágy. És ott én így oda söndörödök, akkor a nőnapi meglepetésként így anyához mindenki, az oda bújok egy negyed órára? Rózsa a szádban. Nem, bemész a izébe, az zuhanyzó fülkébe, és akkor elhúzzák a függőt, akkor ezer hold is! De hogy miért ez a rohadt 1000 holdakat menekel? Ezt imádom. Na de még megaláztak azzal, egyébként, hogy aláírták azt is, hogy próba wellness álomáron. Veled? Próba wellness. Tehát, hogy megnézed, hogy... Hogy működik el jacuzzi. Nem, de mi az a vízforgató rendszer? Hát nem, hogy beülsz. Előpróbálod a jacuzzit. Előszaunázod neki. Még hideg. És elindul. Köszi, Tibi, működik. Minden oké. Köszi, Tibi, kijöhetsz a képházból. Megnézik, hogy leolvad-e a biztosíték, mikor beleülök, hogy ott valakit, rendes vendéget ne vágjon agyon, hogy én megyek bele minden ilyen próba dologba, vagy azt tesztelik, hogy én milyen örömet tudok okozni a nőknek, és hogyha jók a visszaigazolások, akkor állandósítanak, mint szolgáltatás. Azt mondnak, hogy van-e éjfélkor tombola veled? De van ilyen, hogy tombol a Tibiben? Zsákba futás, lepényevés, porcelet levés egy madzagról? Aki a műsort vezénylik, az a Tibi, van ilyen? Várj, lejjebb tekerek. Van. 11 órakor szórakozható show műsor. Igen, a nagy teremben. Koncerted is lesz, vagy csak a kísérő program? Nem tudom mi ez. Mondom, elküldte egy rajongó Superior szobában velem 16000 forint per éj. Olcsónak találom, tehát hogy mert aki vár volt velem, azt mondja, megérek egy 20-ast is. Tehát, hogy ennyit egy Miss BKV kére legyél szakáért, igen, 16. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk gumival egy 20-asért szerintem simán adható vagyok, nem? Hát olcsón adnak, egyébként felháborító. Tehát te azért már tudsz valamit így rólam, most nem azt mondom, hogy de láttál már... Hogy? Nem áll. Hát már csak a látvány. Tehát már a látvány megér egy komolyabb készpénz, egy szabad szemmel látható készpénzösszeget, ha levetkőzöl. Na de a rajongók nem mentek el mellette, szó nélkül kiírtam egy pár kommentet, hogy miket, hogy hogyan támogatnak engem az én kis drága facebookozóim, és hogyan rajonganak. Az első az volt rögtön, Tibi, sok zeller is bírni fogod. Tehát finoman fölkészítenek. A következő ugye az rögtön azt firtatja, hogy van-e pénz visszafizetési garancia. Tehát ő egy picikét már a kétkedő vonal, de azt gondolom, hogy a kedvencem mégiscsak az, hogy az én koromban az ember már nem engedheti meg, hogy válogasson, erre befizetek, aláírás Géza. Én azért jó, hogy ezt behoztad, mert hogy ezt egyébként észrevettem, hogy ezt minden évben felrakják veled kapcsolatban. Tehát egy évvel ezelőtt pontosan bejöttél ugyanezzel volt a sztorival. Volt akkor is. Tehát reloadit Kassatibi, ez a nőnapi Kassatibivel 16000 ér hódmezővásárhely, nem tudom milyen hotel. Ezt minden évben felhoztad. Hogy nekem egy pillanat, megoldom, őszintén egy picit becsípi a szemet, ez a személyi kultusz, mert igazán lehetne egy standard kétágyas Kassa Gáborral 10 plusz áll. De az a jó, hogy minden március elején ezt be tudod hozni. Minden március elején megvan egy film megszólalásod. Elővik. Mert valójában ez behozta tavaly egyébként? Akkor is volt. Nem tűnt föl nektek? De akkor is volt. Ez halál frankó, tényleg ez egy friss dolog volt. Csak azt gondolkodtam, hogy nekem végig kell mennem minden szobám, vagy én hozzám jönnek abba a szobába. Tehát, hogy mindig kopognak, hogy... És akkor jön be a blokkal, hogy akkor neki most van egy órája vele. Egy szuperiória. Tavaly hogy jöttél ki ebből? Tavaly végül elmentél? Kiderült, hogy ez melyik hotel? Nem, fölhívtad őket a gyereket? Nem, azt mindenképpen jeleztük, hogy nem ilyen jellegű szolgáltatás az, amit én nyújtok. De figyelj, idén most megnézem, belealszok a szuperior szobába, és megnézem, mi van, és élménybeszámolót hozok. Menj bele, persze. Menj bele ebbe. De azért itt van egy kommentelő, aki azt nekem jelezte, hogy Tibi, ne felejtsd el, nem csak a 20 éveseké a világ. Tehát azért itt meg lett korum, jöhet bárki, és te nem mondhatod azt, ugye? Nem mondhatom, hogy nem vagyok benne egy szilajvágtában, ugye, egy ilyen mamikával, nem? Szilajvágtában. Le kell menned. Lemegyek, letesztelem, és akkor hozom az eredményeket, jó? Jó. De nem az erotikus formon való kiárosításom az, ami ma reggel böki a csőröm. Ismerős lesz volt már, vagy ez most új? Tavaly már böki a csőröm? Nem, csak azért kérdezem, hogy milyen szigetén egy... csak tavaly itt vagy a mostanit? Bökte már a csőröd, ez vagy ez egy új csőröd? Ez még nem bökte, téma ismétlőként mindig a szignálnak.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Akkor csináljuk azt, hogyha ismerős lesz, ne vegyük észre. Jó. Balázs. Jó. De akkor most ez... Balázs. Erre beszélhetek élőben, ez nem best of. Tarts egy blikket, Léci, a kezed. Most nyomj egy hármast, azt menjünk tovább. Na, jó. Ti is elmentek e fölött nagyvonalon, és én is elmegyek, hogy egy évben hatszor csináltok meg egy témát visszatérő elemként. Jó, na, és akkor kiegyenlítettük. Egyébként mondtam már, hogy jó volt a Wundershow, vagy a Kaszasó. Szemétláda. Na, mit hoztál, mi ideges? Nem, azt csak mondani akartam, hogy a múltkori koncertem után meg oda ment egy gazdag csávó a bátyámhoz, és azt mondta, hogy ki lesz fizetve. Gyere, Gábor, menjünk haza, menjünk, Tibi. Ki lesz fizetve, kisöcsém, de a tesód el fog menni vacsorázni a feleségemmel. Ah, kutyafáját. És elmentél? Volt ilyen, a tesód el fog menni vacsorázni a feleségem, és a bátyám mondta, hogy nem fog elmenni. Ahogy a Vajna úr. De ki lesz... Szemé, te hülye vagy. És konkrétan ott agitálta a bátyámat, hogy már pedig a Tibi el fog menni vacsorázni. Mennyit akart fizetni érte? Hát feltehetőleg nem eleget, mert a bátyám nem fogott, tehát hogy 20 ezer fölött a Gabi már alkuképes. Tehát nem hiszem, hogy komolyabban zsebben nyúlt volna, de volt ilyen megkeresés, ahol én már finoman konzumáltam volna. Miért nem mész el? Jó vacsor, jó nővel, új kapcsolat, kicsi pénz, Gábor békén hagy addig. Jó, legyen. Akkor azt mondjátok, hogy erre mondjak igen. Jó. De nem ez. Egy olyan böki a csőrömet hoztam, amit még biztos, hogy nem hoztam. Szerintem nagyon érdekes, nagyon megosztja az országot. És biztos, hogy nem volt még. És tavaly volt kétszer. Nem volt még. Jó. Tudod, hogy mindent észreveszek. Igen? Aha, igen. Egyszer nem jönnék, azt sem vennéd észre. Na, hogy... Jól érezni magát. Igen, és fel lenne dobódva. Hogy van egy olyan alapvetés a közlekedésben, ami egy nagyon-nagyon régóta van, ez van elfogadva alapvetésnek, de legalább egyszer már mindenki életében érezte azt, hogy ez igazságtalan így. Ez tegnap volt, nem? Várjuk. Én még hallgatok, megvárom, mi lesz ebből. Igen? Az alapvetés pedig az, és mindjárt elmondom, miért jutott ez most eszembe, hogy a vezetésben egy koccanásban vagy karambolban mindig az a hibás, aki hátul van. Így van, ez az esetek többségében ez így van. De nem így van. És szerintem, na és itt mondom azt, hogy mindenki legalább egyszer életében érezte azt, hogy ez egy baromság. Futottál-e már bele, koccantál-e már bele, idiótán nyomorékul előtted befékező, indokolatlanul nem elinduló balfékonyok, azt mondtad, hogy figyelj, tudom, hogy az alapvetés, hogy én vagyok a hibás, alá is írom, de rohadtul te voltál a hibás, aki előtted meg. De nem tudsz vele mit csinálni, megvédhetetlen az álláspont. Na, részt vettünk most egy ilyen koccanás a sztoriben, utasként ültem egy barátom mellett, egyébként egy kínai ment előttünk, egy ilyen kis terepjáróval, megy a csávó a hótiszta úton, szépen egy finoman picikét előre gurult, nem jött senki, finoman picikét előre gurult, paf, padlófék, abban a pillanatban azt már nem tudod lereagálni, mert vészfékezést csinált a semmire. Emberünk lehet, hogy lejtette a telefonját, lehet, hogy valamit, nem tudom, rossz hírt kapott SMS-be, és abban a pillanatban nem sokkal, hárommal így puf, így belekoccant. Na, olyan a távolságra kellett volna menni, hogy biztonsággal meg tudjál állni. Na, ma itt mondok majd azért erre valamit. Nem, ide emberünk kipattantott, tudod, neki átott karatézni. Áh, mit csináltál? Persze, nuncsak úgy csörgetett és megevetett lupau csirkét. Mit csinálnak eljöttél? Aztán pedig eldobott két füstbombát és eltűnt a kör. Igen, és az fölüvölt egy sok kosúg és igen, és kiszállt emberünk, neki átakott erről vitatkozni. De amitől a dolgot nem tudom elfogadni, hogy ugyanígy a családban volt egy másik koccanásos baleset, szinte a családban neki durrantak így valakinek hátulról, aki a zöldbe nyomott egy csatuféket, a telefonhoz jött az ő férje, aki röhögve mondta az én nagybátyámnak, akinek elszenvedője volt, hogy hát nem az első esete anyának, hogy belefékez a zöldbe. Tehát, hogy már nem tudom, háromszor, négyszer így egy zöldbe, hogy néha, hogy nem tudom, megrettem. Megijedt. Satufék, és szállogatnak bele hátulról, és amikor a harmadik, egyik ilyet csinálod, akkor már azt mondom, hogy úgy hátulról jövőként azt mondanám, hogy nem kéne valami kis plusz képzést anyának. Ráadásul ez a jogszabály, ugye, hogy mindig a hátulsó a hibás, ez egy picikét támogat egy valami dolgot, amit én rohadtul utálok, ezt a bizonyos ráfékezgetős rendszabályozást. Mert ugye miért mersz te előállóként rendszabályozni ezzel a fékezgetéssel? Azért, mert ott vagy a seggembe. Azért. Nem, bocsánat. Azért. De mert jössz. Menjél le.
te mérfékezgetsz? Azért előzzél meg. De ez nem csak amikor nagyon közel megy, ez arra van, hanem ez arra van, hogy neked valami nem tetszett, elém mész, ugye megelőzöl, majd fékezgetsz. Ugye? Hogy gyere belém, öcsi, gyere belém, úgyis te leszel a hibás. Tehát, hogy ez egy magas labda annak a parasztnak, aki ezzel akar rendszabályozni téged, mert tudja, hogy ha véletlenül fékez egyet rád, és te véletlenül megtrafálod, akkor automatikusan te vagy a hibás, tehát ott te csak vesztes lehetsz. A biztosítási csalásokról nem beszélek, tehát hogy most legyünk őszinték, ha most azt nekem 5 percet, akkor össze tudom töretni a kocsimnak a hátulját fékezgetve, tehát tudok olyan szituációt teremteni, ahol én direkt olyat fogok fékezni, hogy te nem fogsz tudni megállni? Persze, hogy tudsz. Tudunk, nem? Aha. Csak az övében van ilyen fedélzeti kamera, ami rögzít mindent, tudod, és már meg is buktál. Na de hogy érted, én akkor azt mondom, hogy mókus szaladt elém, azt vagyok, állatvédő vagyok. Az jó ötlet. Nekem a mókus tetszik. Nekem bejön. Szeretem a mókus azért ijedtő, mert azt mondod, macska, mindenki azt mondja, persze, kamu. Mókus arra gondolok, hogy basszus, az nem jut eszedbe magadtól, hogy mókus. Biztos valójában mókus. Nem találtak, nem tényleg. A mókus jó. Nem, a mókus tényleg jó. Sirály repült elé, meg egy ezüst gyűrűvel a száján. Ritkát kell mondani, hogy ne legyél gyanús. Igen. Fekete macska mente, persze. Mókus. Struc. Na, de hogy a dologban szerintem rengeteg ilyen... Olyat nem mondjál, amit még nem láttak. Tehát ezért is fontos szerintem. A mókus az ezért tényleg jó. Mert mókust láttak. Tehát, hogyha olyat dobsz be nekik, hogy mit tudom én érteni, egy hárpia repült el, nem tudja, mi az a hárpia. Érted? Várjál, az vagy azt mondod neki, hogy az a húros hangszer, nem? Az a hárpa. Vagy kúszókenguru. Kúszókengurut láttál már? Nem. Mert van. És az hol a Hungárián át tud húzni, hogyha véletlenül ilyen... De ott a Széchenyi fürdő magasságában így nem, mert ott közel van az állatkert. Onnan akár még ki is szabadulhatott volna. Jó, de hogy most tényleg, hogyha azt mondod te, hogy most valakit meg akarsz rendszabályozni, mert te most kemény vagy. 5 perc alatt, ha mögötted jön, meg tudod-e úgy szivatni, hogy beléd jön? Leg. Meg tudod? Leg. Há, hogy ne? És neked a hajadszála tud görbül? Hát tud, éppen. Mi? De meg... Ez most két különböző témakor. Mi okom lenne? Tehát, hogy miért töretném össze? Rosszat szólt, előtte rádudált, nem engedett be, amikor te úgy gondoltad, hogy be kellett volna engedni, és azt mondta, hogy figyelj, az én kocsim egy hét múlva rendben lesz, most gyere belém, paraszt. Megvan oldva, úgyis te vagy a hibás. Hát ez jogszabálytól függetlenül megtudod, ha nem ő a hibás, akkor is, ha akarod, összetöreted, nem? Csak azt mondom, hogy az ő kötelezője megcsináltatja. Tehát, hogy te itt, hogyha azt mondtad, hogy úgyis volt hátul egy karcolás, kimész a Hungáriára, belefékezel, azt megcsináltatod belőle. Én szerintem ez a minden esetben a hátsó hibás azért ez így ebben a formában nem állja meg a feltétlenül a helyét. Tehát ez nem úgy van a kreszben, hogy... De bármi történik, minden áldott pillanatban, esetben, közlekedési helyzetben, szituációban mindig a hátsó hibás. Szerintem azért az ennél egy kicsit összetette forgalmi helyzetek, szituációk vannak. Alapból igen. Alapból ez van. Alapból így van, de hát azért lehet olyan közlekedési szituáció, amikor te hátul mész, de nem feltétlen vagy hibás, nem? Tehát azért... Én úgy tudom, de nálunk okosabbak igen, nyilván hát ez a vannak. Igen, ez nálunk okosabbak nyilván vannak, én konkrétan tudom, hogy tehát hogy nem is hív rendőrt senki, mert annyira alapvetés, aha, hogy ez van. Nálunk okosabb van, aki van, az írja meg, mert szerintem tök aggályos egyébként. Mondom, ez a szituáció, hát amikor mondom, a nőnek a férje röhögve bejelenti, hogy hát gyakran negyedik. A negyedik gyakran előfordul, igen, rajta reszket a lába a drágámnak a féken, és te úgy mész bele, akkor tudod azt, hogy nem te voltál a hibás, mert egy vészfékezésre nem tudsz mindig fölkészülni tiszta szituációban, mert nem számítasz rá. Jó. Tehát, hogy ez csak egy gondolat, hogy jobbá tegyük a világot. Ítélethozatal következik, úgy érzem. Na. Ugye? Aha. Nyerítés. Nem váltunk témát. Már megint aranyközépút. Kettes szintű csörgökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. De csak akkor kettes, hogyha elmondod még egyszer, hogy száll ki a ninja. Da, Kamasuka! Persze, Kamasuka jó katona! Na! Fél 10 múlt 5 perce, hát nagyon rohan az idő, nem sokára jön a best of. Esetleg nincs ma témád? De van! Egy Békés Csabai koncertem után odajött hozzám egy tündéri hölgy. Téged meghívtak Békés Csabára? Mi van abban a városban? Ez eddig olyan rendesen volt. Esik azt mondom, hogy semmi. Jó, lemondta a Delhusza John. Jó, kellett egy megadó. Igen, nem szállt meg a barbere. Elromlott a hajvasalója a Delhuszának, és lemondta. Megvárom. Ti erőszakoltátok ki, én ezt most nem mondtam volna el, péntek, szombat, vasárnap, 7 koncert. Taps! Békés Csabán, nem. Az ország, ott van koncert, teljes országok. Péntek 3, szombat 3, vasárnap 1. Én kérek elnézést. Ó, kutya fájá. Itt tart a karrierem. Tudom, most volt az influenza vírus, nagyon sokan dőltek. Ja, kidőlt a Vastag Csabi? Vagy a Vastag Csabi összes koncertjé hozzám került. Karamellt lemondták, vagy meg valamennyi Kálai Sanderson is. Mi van? Átment az influenza a nagyokon?
És most, hogy ezen túl vagyunk, oda jött hozzám egy bűbájos nő, aki meg akar dicsérni egyébként engem, meg a Morning Show-t, és azt mondta, hogy nagyon jó vagy, Karamell. Karamell, óriási vagy. És a lélekdonor nagyon nagy volt, Karamell. Hogy mennyit, mennyit fogytál, milyen ügyes vagy, milyen viccesek vagytok, minden reggel hallgatja a Balázsót. Mondta ezt az édes drágám a Morning Show-ra. Én ezt pici dicséretnek veszem, mert Morning Show zárójában Balázs Show. És... Nézd meg! Jó, nem utáltatom meg magam, nem veszem el a kegyeret. Nézd meg! És te erre mit mondtál? Hát nem mondtam semmit, úgy éreztem, hogyha most elkezdem elmagyarázni, akkor ezzel most bántom őt, hogy ő most kicsit tévúton van. Az egy tévéműsor, ez meg egy rádióműsor, igen. Igen, ez egyik, egy jó ideje nincs, de hogy azon gondolkodtam, hogy te bármit csinálsz, hát most jövő héttől nekiállsz, és most te a balettnak szenteled az életedet. Egyébként minden esély megvan erre. Igen. Te akkor az is Balázs vagy, hogy lósuttogó leszel, vagy nem tudom, bármi. Te akkor is a Balázsos Balázs leszel, te a büdös életben nem vetkőzöd le, hogy te a Balázsos Balázs vagy, hogyha te mondom, most jéghegyeket tolsz el, bébifókákat védesz a felsőtesteddel a vadászok elől, mind fenn van a bakancs listában. Beluga szüléseket vezet le puszta kézzel, te akkor is a Balázsos Balázs maradt a büdös életbe. Hogy ez jön szembe egyébként, te mivel találkozol magaddal ilyen bélyegekből? Nem, az Z+-os videók akkor már sokkal jobban. Az jobban szembe jön? Persze, tehát hogy bárhol rólam fórumoznak, csetelnek, kommentelnek, ha szimpatikus, akkor nézd meg ezt! Nézd meg, mekkora tau volt! Tehát akkor már én inkább, sokkal inkább az Z+-os videóim íze alatt kell, hogy leéljem az életemet, mint a Balázs, az a Mónika. Tehát szerintem a Mónika, én azért abból kijöttem, nekem azóta volt X műsorom. Rengeteg műsorod volt, de valahogy a Balázs az, amivel, tehát mondom, én azért többet járok így az utca emberek között, és jobban hallom, hogy ők hogyan gondolkodnak így rólad. Régen volt ez a Balázsos Balázs. Nagyon. Melyik Balázs? A Balázsos Balázs. Ez most már azért szerintem kikopni látszik. Kikopni látszik, ezért jött szembe tegnap. Hogy nagyon-nagyon szereti, és nagyon-nagyon hallgatja a Balázsot. Nem, én nagyon szerettem. Tehát életem egyik legjobb időszaka volt az 5 év. Jó buli volt? Hát, én nagyon sokat nevettem. Igen. Nagyon szerettem azt a műsort csinálni egyébként. Nekem az nem baj. De akkor már inkább az Z+-os videóimat hallom viszont. Tehát az sokkal jobban bélyeg rajtam, mint de a Balázsot. De mire akarsz kívülködni, Tibi, hogy tök jól lenne, hogy a kapcsolatban is mondanák, hogy kaszasós. Nem, nálam tök érdekes egyébként, én kb. Annyit nyertem rajta, amit vesztettem, mert ugye engem a krisztálos időben, amikor zeneileg sokkal aktívabb voltam, ugye Ezer Hold és Mennyi Csillag, akkor engem nagyon rossz fejnek tartottak, tehát hogy én egy ilyen, jaj, ez a nagykép, ez a hiperaktív, az a nem tudom, majd ugye főleg a Morning Show által, most meg már nem csak a zene hallgatók, hanem a tévénézők is azt gondolják. A középsójomat mutatom Jani felé, csak ezt nem láthatják, mert rádió nem tévé. Igen, de hogy főleg a Morning Show által ugye jobban megszerettek, hogy milyen önirónia, meg megy a önmarcangolás, meg megy a humor, viszont ezzel, hogy megy ez az ökörködés, ezzel meg ugye a zenészség kárára menő dolog történt, hogy jaj, de jó fej vagy, de már nem zenészként emlegetnek, hanem a vicces fiú. Tehát, hogy én nekem ez az épülés, ez picit úgy annyit vitt el, amennyit hozott, de nálatok mi az a sztereotípia? Nálad például abszolút azt érzem, hogy tök pozitív lett a megítélésed, mert minket például ugyanazokért a dolgokért, amiket te nyomasz a saját műsorodban, minket utáltak, viszont téged nem. De most mi a kérdés? Az a kérdés, hogy van-e nekünk ilyen stigmát? Ki milyen ilyen stigmát? Én elmondtam, tehát nekem az Z+-os videó. Mi a Balázsos Jani, meg a Balázsos Feri nektek nincs ilyen stigmátok. Csak mondom, hogy mi ezek vagyunk. A Ferinek most mi lenne? A Danubizból egy kívánság műsor? Mi? Nagyon jó volt, szerettem, kívánságos. Akkor kezdődjük az adókapok. Most a Ferinek mi lenne? A déltől kettőig tartó kívánság műsor? Tíztől háromig volt. Tíztől háromig. Hagyd meg, hogy tíztől kettő, vagy déltől kettő. A Feri bélyegét azt részben azért neked is köszönheti a Tintás Ferkó. Nem! Ha van ilyen, akkor az csak magának köszönhet. De az olyan, mint a Spúr Jani, meg a Tintás Ferkó. Spúr Jani, Tintás Feri, jó fejbali. De nektek nincs ilyen igazán nagy, szerintem, nem? Ami úgy rátok ragadt. Az Z+-os videókból azért nagy részt kimaradtál, mert kultúrember voltál már akkor is, nem úgy, mint mi. Ugye Filip, Lilu, leginkább én a 28 linkemmel. Én neked se tudnék most olyat mondani. Vigyáztunk magunkra. Igen,
úgy vigyáztatok magatokra, ami van mondjuk egy-két közszereplőnek, színésznek, énekesnek, amiből nem tud kilépni. De például ott van mondjuk a Rékasi Karcsi, aki ki tudott lépni tök hatékonyan ugye ebből a rossz fiú, ugye a legyűrhetetlen rossz fiú szerepéből. Ki tudott lépni az MLM-ből. Ki tudott lépni az Alóverába. De nem, hogy... Nem, hogy a Rékasi Karcsinak nem kellett ez sokkal több, mint a Starbucks, ugye, ahol rögtön ki tudott lépni ugye a verhetetlen rossz fiú szerepéből. Egyébként igen. Tehát ő neki egy Starbucks elég volt. Gangsta szegény. Rékasi becsülettel készült arra, egyébként ott a gangstának szerencséje volt, az első, pont én csináltam, mint műsorvezető, 10. másodpercben beleszaladt egy hátsó kezesbe a Karcsi, és picit megrogyott. Igen, kellemetlen volt. Jó, de annyi hátránya volt neki, hogy ugye nagyon szépen volt megvilágított az egész, és a Karcsinak ilyen aranykesztyűi voltak, és nyilván káprázott a szeme már, amikor bement. De az volt a legjobb az egészben, tényleg, hogy iszonyatosan leszálkásított, nagyon-nagyon készült, aranyszínű boxkesztyű. Tehát, hogy ott minden ott volt, bement, iszonyat nagyot akart tarolni, tehát ő már elkönyvelte már előre a győzelmét. Igen. Ott azért jó, de nem csak ő esett egyébként ebbe a hibába bele, hanem egykori profi ökölvívónk is azért, aki egy kicsit előre ürült, aztán de hány úristen, ott hány ilyen komoly sztárnak láttuk a kiürült tekintetét, ahogy próbált itt, hogy még... Starbucks volt, nagyon jó. Ahogy számoljatok már rám, mert azt se tudta konkrétan, hogy szereti a csokoládét, vagy hova parkolta, olyan ütéseket kapta. Akkor a Majka Dopman háború a tetején volt, ölték egymást sajtóban, különböző médiumokban, és akkor azt a fővárosi cirkuszon rendeztük, az első évada volt a Starbucksnak, az egész ország azt nézte, hogy Majka vagy Dope Man, és ott valódi háború volt. Vagy a Kozsó Bebe, Majka, Dope Man, ott olyan párok harcoltak, aminek az valódi tétje volt. De valódi Dope Man egy helyben árnyékolt, Majka meg már, amikor bement, látszott, hogy iszonyatosan be van fosva, aztán kétszer eltalált, igen. Nem, egyébként okosan boxolt ott a Majka, és az volt, hogy kimozogta a dolgot, félt a Dope Mantől, viszont Kondival a Dope nem bírta, és egyszerűen kitáncolta, lemozogta, ügyesen elmozgott, nem volt az egy a box egyébként, amit a Majka csinált. Tényleg, én azt bírtam, arra emlékszem. Technikailag azért nem volt egy rossz ekkor megoldás. Sikerült elmondanom azt a nagyon becses mondatom, azóta szintén rám ragadt, ugye szavazni lehetett, mit tudom én, és azt mondtam, hogy a szavazat nézzük, hogy áll, az egyik 73%, a másikat nem látom. Én nem mondok hülyeséget, hogy az most 24, 22, 27, én azt mondom, azért lássuk, hogy áll a szavazat, az igen, az 73%, a másikat nem látom. Kiállj a technikus kolléga elég egyébként. Ki tudja, hogy hány százalékban jött összesen? 105 vagy 110? 73%, a másikat nem látom. De van, akinek egyébként sikerül kitörni a Starbucksból és a fölépített imidzséből. Van egy rockstar, aki megoldotta ezt minden Starbucks nélkül. Melyik az a rockstar, aki tudott emelni magyar? Az imidzsét, és ma már nem rockstarként gondolsz rá? Ma már nem rockstarként magyar? Gondolok nem rá. Nem feltétlen rockstarként gondolsz nem, rá. Magyar? Nem feltétlen. Pataki Attila. Tabán István, mikor gondoltam, hogy rockstar? Ott a megfejtés. Pataki Attila. Ugye, aki ma már... UFO kutató. UFO utazó. Ma már leszámíthatatlan. Tehát, hogy ő ki tudott törni azért a rock legenda szerepkörből, és ma már... Kérdés, hogy mennyire volt ez tudatos. Ma már másban hát, is. Ha megjelentek tőle ezek a lakodalmas cuccok, akkor azért nem tudod eldönteni, hogy most ez poén vagy nem poén, aztán kiderült, hogy nem. Az valóban kemény volt, igen. Na szóval az a lényeg, hogy ezek a kis bélyegek, kis katuják így rajtunk ragadnak, próbáltunk belőle kitörni, de azok vagyunk, akik vagyunk, és én büszke vagyok rá. Meg rátok is. Félve kérdezem Balázst. Ma este nézzetek, és ne felejtsétek el a nőnapit az alában. Én nem hoztam volna szóba, de ma este kaszasóid. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.